Jó, a mi kis barátunk. Meg szoktuk simogatni egymást, meg nyalogatni. Hát nyalogatni csak ő. Nagyon nehezen megfigyelhető Magyarországon, és rendkívül félénk kerüli az embereket, és csak a sziklák között hajlandó létezni. Mert ott gyorsan el tud bújni, és ott nehezen találják meg, és nehezen tudják elkapni. Tehát konkrétan ő a magyarországi zöldjék védett, és őt konkrétan én védem. Két nappal ezelőtt, akkor ölelkeztünk először, és utána eltűnt. Nem tudtuk, hogy hova került. És most itt van újra. És mikor megláttam, hát annyira megörültem neki, hogy ide guggoltam, és itt elkezdtünk beszélgetni, vagyis hát beszélni én beszéltem. És ő fölállt, és így figyelt, és egyszer csak ide szaladt hozzám, és ahogy most vagyunk, rámászott a kezemre, és egy olyan érzésem van, mintha két régi barát találkozott volna hosszú-hosszú idő után, és átölelnénk egymást. Ez a csoda. Jól érezzük magunkat. Na. Barátok vagyunk, igaz? Jó barátok. Egyébként igazi él. Tehát most lehet, hogy nem úgy tűnik, pláne, hogy azt tartják róla a hozzáértők, hogy nagyon félénk, és nagyon nehéz őt megfigyelni, és ha lehet, akkor teleobjektívvel szerelkezzünk fel. Tehát ez most egy viszonylag közeli képnek számít. És én elég homályosan látom így ilyen közelről, mert nem tudok fókuszálni. Úgy néz ki, marad.
lassan indul, de azért csak összejön. Hát ez egy nagyon nyugdíjas tempó.